Sziasztok srácok, a mai videóban meg fogjuk nézni a Dead Man's Diary-t. Fogalmam sincs, hogy milyen játék, ugyanis körülbelül 10 perce vált elindíthatóvá Steamen, és esélyem sem volt korábban elindítani, tekintve, hogy ugye a kiadótól kaptam kulcsot, ilyenkor általában megjelenés előtti napokban már rá tudom indítani a játékot, hát most nem, illetve direkt nem néztem róla se gameplayt, se trailert, semmit, nekem is legyen meglepetés a játék, úgyhogy én azt mondom, hogy indítsunk egy újat és nézzük meg, hogy milyen játék a Dead Man's Diary. Ja, a kiadónak egyébként köszönöm szépen a kulcsot. Ezt ne felejtjük el. It was after the year 2000, when the nuclear weapons pelted down on Earth. Politicians were concerned about climate change and other problems. But no one knew that a madman was secretly building nuclear weapons. Szóval a földre ledobtak a 2000-es években egy nukleáris bombát. Gondolom ez világ végét idézett elő, úgyhogy... Oké, megvan, ez egy túlélő cucc lesz, már most látom. So that a chain reaction between his nuclear weapons and the ones of the world powers was triggered. Only very few people found sanctuary in nuclear shelters. But after more than 15 years, azóta több mint 15 év eltelt, igen. Their calculated prediction of when it would be possible to return to the Earth's surface was simply wrong. So the people have to stay in the bunker much longer than assumed, which brings up the next inhuman problem. The supplies are not enough to keep all the people alive. Therefore, the decision was made that some survivors must leave the bunker. The decision is made by lot. Szóval az emberek ilyen bunkerekben vannak, és hát ugye az ellátványa az ugye hát véges, és néhány túlélő, neki kell menni a szabadba ellátványt keresni. Gondolom az egyik ilyen túlélő én leszek. És vissza kell találnunk a bunkerbe. Ha jól értettem. Engem most dobtak ki ide az erdőbe? Vagy most mi van? Tehát én most nem az ilyen túlélők közé tartozom, akik itt ragadtak? Vagy... Na mindegy, ebben nem menjünk bele. Nem látok semmit. Jó, ez változott, van egy zseblámpám, hurrá. Körbe tudok nézni, jaj de jó. VHD-vel tudok mozogni, jaj de jó. Arról nem volt szó, hogy ez ilyen horrorszerű túlélő cucc lesz. Sőt, igazából semmiről nem volt szó. Food, medication, abandoned in the forest, in the middle of the night. This is pure horror. If I want to have a hint of a chance, I should see to it that I get out of the forest fast. Jó. El kell hagynunk az erdőt, méghozzá gyorsan. Kontrollal guggolunk. Hát a nyíl azt mondja, hogy erre gyere. Jó, azt mondja, van egy új napló bejegyzésem, nyomjunk meg a tabot. Első nap. Uha. Igen. Jó. Tovább. Találd meg az utat a kifelé erdőből. Jó, megtaláljuk majd az utat kifelé az erdőből. Uha, itt vannak ilyen státuszok. Hát ezt gondolom, mennyire vagyok szomjas, mennyire vagyok éhes. Van-e lázam? Egészségem? Hát ez ilyen radioaktivitás. Jó, tehát ezekre a statokra kell odafigyelni. Tehát ne legyek szomjas, éhes, lázas, ne sérüljek le nagyon, és hát ne legyek sugárzott. Jó. És akkor az inventoryban meg itt vannak hozzá a szükséges dolgok, hogy mi kell hozzá, hogy én ezeket ki tudjam gyógyítani. Jó. Ó, és lehet majd upgrade-elni a dolgaimat? Hoppá. Van stamina. Az már régen rossz. Mert ha van stamina, akkor lehet futni, és hogyha lehet futni, akkor az baj. A flashlightot lehet majd upgrade-elni, de érdekes.
akkor itt van a hátizsákunk. Jaj, de jó. Ó, jó pár dologra azért majd oda kell figyelnünk. És már írja a játék, hogy a sprinten lehet futni. Miért? No idea where I am. Maybe I should follow this path as an orientation. Fogalmunk sincs, hogy hol vagyunk, de talán jó ötletnek tűnik követni az utat. Hát jó, kövessük akkor az utat. Ott is van egy nyíl. Fuck, what was that? Heart's beating out of my chest. I don't see anything. Stupid flashlight is as bright as a tea candle. Csak egy csöppet rázott ki a hideg amúgy, nem vészes, tehát nincs itt semmi baj. Ó, itt egy híd. I'm stumbling around like a zombie with my stomach twisted. Ne beszélj itt nekem zombikról. I need something to eat, otherwise this won't end well. Now I'm already starting to talk to myself. Én csak követem az utat. Én azt se tudom, hogy ki vagyok, mit keresek itt. Engem tessenek békén hagyni. Itt van egy lerobbant autó, nézzük, van-e benne valami használható. Itt volt. Valaki van itt rajtam kívül. Who's there? It's not funny anymore. Nem, mert tényleg nem vicces. Really had to pick the short end of the stick. Damn it. Van egy csavarhúzó. Nagyon hasznos. Jó. Mert hogyha valaki rám támad, beleállítom a szemébe. Ó, itt is van egy ilyen, mi van benne? Ó, ilyen pirula, sugárzás ellen, ugye? Ja. Nyitva kell tartani a szemem. Ez ilyen Last of Us Easter egg. Nyitva kell tartani a szemem, mert ilyeneket gyűjtögetni kell. Oké. Tiszta sor. Lehetne mondjuk már reggel, hogy ne legyen ilyen sötét az erdő. For years they talked about global warming, CO2, diesel cars and so on and so forth. But no one was expecting this. Arra. Azt hittem, hogy az is egy ilyen kis láda. Direkt nem futok egyébként, mert így, hogy most már tudom, hogy van itt rajtam kívül valaki. Hogyha esetleg elkezd kergetni, akkor legyen staminem. Kb. 3 métert futni. Szia Bruce. Szia. Bruce Wayne. Jó. Ó, ezek a hangok, ezek még kellettek amúgy, itt van valami. Jó. Hegyek mögött jobbra, földön cső, elrejtve valami. Oké. Tehát itt szétnézek és sehol egy hegy. De oké, én hiszek neki. Tehát erre kell tovább menni. Gondolom. Remélem, hogy nem a West Endbe vezetnek ezek a nyilak. Dude, where am I? This damn forest must end somewhere. Nem, valahol vége van ennek az erdőnek, ki kéne jutni belőle. Remélem mindjárt valami szörny a nyakamba ugrik. Nem, még jobbat mondok, az arcomba, hogy megijedjek. Jó, hát a játékra mondjuk egy kis optimalizálás azért ráférne. Jó, találtam itt valami gyárat. Aha, tehát van egy ilyen katonai konténer. Megtaláljuk. Minden a miénk. Valahol balra. De erre balra? Még ez nem katonai.
De ez egy mentőautó. Great, an ambulance. That can't help me now either. Na nézzük, mi van benne. Hű. Ez baj. Jó. Meg kellett. Tehát találtam kaját, de nem tudom felvenni, mert le kell mérni a sugárzás, hogy... Úristen, és hol találok én olyan? Ó! Oh. Addig, amíg nem találok ilyet, se enni, se inni nem tudok. Találtam egy ilyen gyertyát. Halló? Ez az a konténer, amiről szó volt az előbb? Tehát egy nyilván zárva van amúgy. Kell hozzá a kulcs. De szóval talán találhatok valami más utat, hogy kinyissam. Aha. Kösz. Szóval nézzé szép. Nem tudok drinkelni. Nem tudok drinkelni még mindig. Ezt se tudom majd megenni, mert nézd, kiírja egyből. Van egy valak kaja, meg innivaló. Szerintem több is, mint amennyi kéne. És nem tudom felvenni őket. Félő, hogy sugárzós. Lockpick, na, erről van szó. Jó van, tudom mire való a lockpick. Próbáljuk meg ezt kinyitni vele. Ajaj. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Sikerült. Na nézzük, mit találunk benne. Na, itt is van. Nagyon jó. Még vissza is kaptam a lockpicket. Oda jó. Érjed be? De úgy néz ki, hogy jó. De most ez komoly, hogy így minden egyes tárgynál, amit felveszek, ez... Uha. Ezt nem lehet meginni. Ez fasza lesz, hogyha így minden egyes tárgynál nekem... Oké, ez iható. Minden egyes tárgynál így ezt a sugárzást meg kell mérni. Miért nem tud szimplán csak így kattogni, vagy valami, hogy... Amúgy, oké, ez... Ehető, vihető...
Jó, ahhoz, hogy megegyem, tábortűzre van szükségünk. Nagyon jó. Oké, nézzünk szét, meg csináljunk tábort. És akkor tudunk enni. Jó, hogy kell tábort csinálni? Árnyá, itt is volt. Jó, hát akkor én azt mondom, hogy menjünk és nézzünk szét erre. Tiszt a stalker amúgy. Tökre olyan érzésem van. Ez stalker lenne. Annak volt ilyesmi hangulata. Ezek a hangok, te. Ez jöhet. Azt hittem áll valaki fönn a tetőn. Ezt ki tudom nyitni? Jaj, de jó. Nem jó? Ó, és így el tud törni a... Oké, megvan. Jó, vidd el. Annyira félek, hogy egyszer megfordulok, és valami ott áll. What the hell? Shit, I don't even have a fucking gun. Aki nagyon közel itt van hozzám. Hát, itt már rezeg a léc. Picikét. Inventory full. Ó, már csak ez hiányzott. Na jó, ez az, amit nem viszünk el magunkkal. Bár van egy olyan sejtésem, hogy későbbiekben lesz olyan tárgy. Van egy kis fa. Na, még sincsen tele az inventory? Vagy csak az adott tárgyból nem vihetek el többet? Az adott tárgyból nem vihetek el többet. Tehát, hogy később lesz egy olyan tárgy, amivel így a sugárzástól ezeket a dolgokat meg tudom majd tisztítani. Hát a tiezgetet. Ez is jöhet. Itt egy vascső. És én ezt tudom is valahogy használni amúgy. Hogy ez nem valami fegyver. Not only do I have a perforated liver and a beastly headache, no, now I've hurt myself. Man, I should be more careful in the future. Ooh, de rossz. Ooh, jó van ez se. Van egy nyíl, mondja arra. Elsőre. Mi van benne? Hát lehet, ezt sem kéne elvinni. Hát nem igazán. Szóval arról jöttem,
Van egy autó, nézzük meg. Ennyi, easy. Mi van benne? Fa. Lopta a fát. Akkor kirobbant a világ vége. Papír. Nem gondolom, majd a tűzrakáshoz fog kelleni a papír. Nem hiszem, hogy seggtörlésre. Bár... azon se lepődnék meg az a helyzet. Hát ez üres. Zárva van. Volt. I could wander around here some more, but that won't make it any better. I should set up my camp back there in the corner by the red metal gates. Mondta, hogy mi van benne? Semmi. Komolyan, nincsen benne semmi? Jó. Hát elvileg tudunk most már tábort építeni. De egyébként biztos, hogy jó ötlet itt letáborozni, amikor hangokat hallok, hogy rajtam kívül van itt valaki. Látom chipset. Ez sem a legjobb. Ezt nem visszük el magunkkal. Néha így megugrik az egén. Pecseljétek, légy szíves. Jó. Hát ide lehetne majd sátrat építeni, ahol tudunk aludni. De kellenek hozzá... hát olyan anyagok, amiből semmi nincsen. Jó, köszi. Kell három fa, gyufám van, papír kell még egy, mi a vascső, minek? Akkor keresgéljünk még egy picikét. Jó, egy eltört. Jó. Hát ezt már most nem iszom meg. Felejtsd el. Ki van itt mögöttem most már tényleg? What was that? I'm so fucked. I have to get out of here. Where should I go? Oh, kösz a jelölést. Az is lehet, hogy nincs is itt senki, csak már be vagyok golyózva. És beképzelem ezeket a hangokat. Amik így igazából... a figyelmem vonják rá valami olyan tárgyakra, amik mellett elmentem, és mondjuk szükséges, hogy felvegyem őket. Na jó, ez is itt marad. Mert látni eddig senkit nem láttam. I don't know much, but I know that I won't stay here any longer than necessary. As soon as the sun rises, I'm gonna hightail it and get out of here. Aha.
Én nem is tudom, hogy minek próbálkozom ilyenekkel. I have to be careful not to break my bones with all the trash lying around. Hoppa. Figyeld meg. Tudod, hogy ezt sem tudom megint. És de? Menj már. Halló? Még egy picit. Jó, hogy nyitva van. Jó? De jó, hogy így minden zárva van. Jó. Hát ezt sem kéne elvinni igazából. Tüttü. Meg ezt sem. Lehetne mondjuk egy picit világosabb. Obviously, the industrial area ends here, and my favorite district begins. The fucking forest! I remember them talking about the death of the forest back then. I guess that doesn't apply to this region at all. Én azt kérem. I think they must belong to the most expensive cabs in the world. You know, the ones that pick you up from a party with alcohol poisoning. But the extended service with the overnight stay and breakfast via infusion, it's not something to be scoffed at. Ott egy piros nyíl. De nem má. What is this? Hello? Is there anybody here? Úgy sincs itt senki. I'll be more in need of a washing machine than a campsite. Meg semmi felvehető tárgy. Ott van egy piros nyíl, mutat erre. De ott rohadtul nincs semmi. Na nézzük, ezt fel tudjuk-e törni. Jaj. Majd igen. Jó, nyitva van. Na nézzük, mit találunk itt. Lockpick. Gyors kérdés. Vajon? Ami lockpick-en van, és ami már el van használódva egy picit, én azt nem tudom kihajítani a picsámba. Őha. Így, egyél szépen. Hát ez már kellett.
Nem, balra megyünk. Így. Jó van. Ezzel is te vagyunk. Itt van egy ilyen fazék. Fazék az kellett a táborhoz. Papír is kellett még. Chips. Kerítésen keresztül nem lehet felvenni. Én meg most az erdőből nincs az Isten, hogy kimenjek még egyszer. Arra vagyok kíváncsi, hogy... Meg ilyen vascső kellene nekem a táborhoz. Az Istenbe fogok olyat találni. Biztos egy jó ötlet ide kijönni? Fel tudom venni? Nem. Lehet, hogy nem is baj. Kéne így begombázni. Egyébként érdekes, mert azt írja, hogy drink, tehát hogy megiszod, pedig nem, csak a zsebedbe rakod, és akkor iszod meg, amikor akarod. Vagy lehet, hogy a drink, mint innivaló, azt írja ki. Ezekkel itt nem tudok mit kezdeni, oda nem tudok bebújni. Ha csak nem, ha hosszan nyomom a kontrollt, és akkor le lehet hasalni. Jaj, de jó! És ezt amúgy a játék mikor akarta nekem kiírni, hogy lehet egyébként hasalni is. Ó, hogyha lehet hasalni, az egyet jelent. Bujkálni kell majd alacsony helyeken. Na jó, akkor ez az oldal, ez megvan. Elnézzünk ebbe az irányba is. Hát, ha találunk ilyeneket, hogy... Vasrúd. Ott van például. Miért nem tudom onnan elvenni? A játék illígy. Nyilván ez is zárva van. Nem erre egyre rosszabb irányba megyünk. Jó, akkor gegezzük meg. Tessék, föl lehet venni. Haló? Azt mondja a tábla, hogy jöjjek erre. Jaj, ne! Who's there? Show yourself. Come here and I'll kill you. Erre messzire azt hittem, hogy ott áll egy ember. Le fog merülni az elemlámpa. És ilyet, hogy elem. Például még nem találtam. És hogyha lemerül, ezt fogom látni. Ezt nyisd ki nagyon gyorsan. Nem erre. Ó, ez el is tört.
Ez az. Halló? Mondd azt, hogy van itt elem. Lockpick az van. Jó. Viszünk mindent, ami mozdítható. Szarakszik a lámpa. Ennek egy... De ennek is van némi fénye, nem? Nem, nincs. Ez probléma. Ja, azt nem tudtam elvinni. Hát a látási viszonyok nagyon hamar meg fognak romlani. Ezt nem visszük el. Bár mondjuk engem az se érdeke, hogyha így pislákolni fog. Mert így legalább néha egy pillanatra látok valamit. És már az is több, mint a semmi. Hogyha így teljesen kikapcsol, az ne történjen meg. Hát max így picit lassabban haladunk. Bár szerintem ez olyan szinten fog kikapcsolni. És nem fogok látni semmit. De hallod? Lockpicket azt találok ész nélkül szarásig. Rohadt elemet miért nem? Ja, már tudom, mert az kéne. Ez biztos, hogy nem visszük el. Ha ingyen kiakad a számláló. Hát, halló? Shit! This came from the door down there. Now the fun is over. I'm not going another meter. And no, I don't want to know what's behind the door either. Ott van valahol egy ajtó, de nem látom. Azt mondd meg nekem, hogy hát nincsen hozzá semmi. Hát én arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk egy fákját össze tudok-e rakni. Hogy legalább fákjával a látási viszonyok javuljanak. Tessék. Én ide lejöttem. Jó, nem megyünk be. Ha a jegyzet is azt írja, nem megyünk be. Én nem is tudom, minek világítok lámpával. Akkor nem működik. Nézd meg, még egy lockpick. Világítást. Lámpát. Elemet. Nem látok. Igen. Ilyen kéne nekem. Hol van?
Nagyon pici fénye. Legalább 3 centire ellátok. Adjál már gyertyát. Tényleg gyertya, gyufa, tök mindegy. Hogy lássak valamit. Állj, itt volt valami. Nem ezt akartam. De még mindig... Nem tudom azt a rohadt tábort megcsinálni. Tudjátok, mint velem nem baszik ki a játék. Hol van? Na! Mondtam én, velem nem baszik ki a játék, dobtam rá annyi fényerőt, hogy nem igaz. Na szóval itt volt, ahova be tudtam menni, igen. Várjál. De ez meg kulcs kell. Aha, szomorú történetet olvashattunk. Mondok még szomorúbbat. Sötét van és nem látok. Na, most, hogy így a látási viszonyokon egy picit javítottam. És eljövettem a játék fényerejét. Mi van itt? Itt van egy ajtó, azt mondta, hogy ne menjek be. De jó, mondjuk nincs interakcióra. Akkor nem megyünk be. Jó. Akkor induljunk el szépen erre. Visszafelé, ahol volt a tábor. Reménykedjünk, hogy a visszafelé úton találunk olyan dolgokat, amik mellett elmentem. Persze, hogy azt nem lehet elvinni. Figyelj, én erre voltam már. Like I'm at boot camp here. I'm crawling through the mud like a teenager. Drink! Tele vagyunk. Ezzel is tele vagyunk. Ez könnyű volt. Papír.
None. De nem értem, hogy egy rohadt tábortűzhöz, ehhez, miért kell vascső? Mert még ehhez azt mondanám, hogy oké, értem, mert valamivel le kell verni, ugye, meg kifeszíteni a sátrat, de tűzrakáshoz mi az Istennek vascső? Azt nem visszük el. De te voltál, aki lopta a fát? A játék most mondta, hogy hogy kell lehasalni. Volt valami az előbb. Hoppáré! Jó, akkor inventory full. Tudom, erről jöttem, de szét akarok nézni, hogy hol hagytam el valamit. Én már most nem bízom a véletlenre. Lecsúszunk a vascsőről. Hát ide kárnak ugráltam fel, nincs semmi. És ugye innen indultunk, itt szedtük fel a Geiger cuccot. Itt volt a mentőautó. És mi van akkor, ha itt erre tovább megyek? Kerítés, kerítés. Fal. Bazd meg, de megijedtem. I'll have to ransack it. Maybe I'll find something useful. Talán találunk benne valami használhatót. Semmit. Thinking about it,
think I once read that dry food like flour, sugar, and chips do not take radioactivity. I should find more of that stuff. It may make you fat, but I think that's the least of my problems at the moment. Nem látok. Most számítottam rá, hogy fel fog lihegni, mert elfáradt. Na, szóval. Kellene nekem... Jó lenne tudni, hogy hol találunk ilyen szart. Itt van egy szaros bicikli, szedd szét, azt vascső. Ja. Srácok, egy a biztos, én ebben a világban tuti meghalnék. Én nem élnék sokáig. Tehát én itt csak keresgélek, keresgélek. És nem találok semmit. Pedig biztos vagyok benne, hogy valahol itt közelben kéne lennie. Nézzük, ide se lehet bemenni, pedig ott a lakat. Szerintem biztos, hogy itt van valahol közelben még az a... Hát lényegében minden szükséges alapanyag ahhoz, hogy tábor tudjak verni. Csak én ilyen... balhere vagyok. És nem találok semmit. Elveszítette a családját. Jó, én meg a reményt. Nézzek, hova el van rejtve az a doboz. Mi van benne? Lockpick. Haha. Na még egy ilyet adjál, jó? És csak mondom, itt volt a vascső. És ott a tábor. Tehát még csak azt se lehet mondani, hogy olyan hú de messzire dobták el. Sátrat még nem verünk. Hát biztos, hogy nem visszük el. De anyát, hallod? Ki ég a szemem a tábortűztől? Ilyen kéne nekem amúgy. Egyél így elmulatozzál.
Jó. Mi kell a sátorhoz? Hát kell még hozzá egy fa, egy olyan rongy. Meg az a, jó ég tudja, mi az a másik. Abból már találtam. Jó, hát figyeljetek, srácok. Én már annak örülök, hogy itt ilyen tábort tudtam verni, és tudok most már főzicskézni, meg ilyenek, meg gyógyszert gyártani. Én itt ezt a játékot elmentem, így, és én azt mondom, hogy nekem egyelőre ebből ennyi elég volt. Nem azért, mert szar játék, mert úgy érdekelne, meg tetszik, meg ilyen faszok is túlélő, horrorszerű valami, de én több időt erre nem szeretnék szánni. Videóban. Tehát nyilván kamerán kívül fogok én még vele itt próbálgatni, hogy hát ha tudunk sátrat is építeni, meg találkozunk majd túlélőkkel, vagy olyanokkal, akik az éppen az életemre akarnak törni. De mivel elég ilyen lassú és vontatott, legalábbis eddig, amit én ebből láttam, én ezzel így nem akarok foglalkozni többet a csatornán. Megmutattam, hogy létezik ez a játék, mert egyébként én is akkor szereztem erről tudomást, amikor jött az e-mail, hogy hello, itt egy kulcs, próbált majd ki, amikor megjelent. Tehát én azt sem tudtam, hogy ez a játék, ez készül. Hát most megmutattam, tudtok róla, ha elnyert a tetszésetek, kell a nehéz szó. Tehát, hogyha elnyerte a tetszéseteket, Steam, búj, vegyétek meg nyugodtan, egyébként 20 euró, ha jól láttam. Ha aki szereti a műfajt meg a stílust, szerintem el lesz vele. Na, srácok, én viszont köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!